Közösen ültetik a bokrokat Dombori főutcája alatti részére a lakosok. Minden utca végére jutott egy örökzöld vagy virágzó bokor. A növények telepítése csak az egyik lépés az üdülőtelep fellendítése érdekében. Korábban a part tisztítása és rendben tartása érdekében végzett munkát közösen a Domboriért Egyesület és az önkormányzat. Takács Anikóval, az Egyesület alelnökével közösen, illetve még néhány domborisnak a segítségével ősszel már szerveztünk egy faültetési akciót. Most tavaszra terveztük Dombori virágosításának az elkezdését. Ez most konkrétan annyit jelent, hogy 38 darab olyan bokrot ültetünk ma, ami tavaszonként, illetve nyáron virágozni fog. Kicsit Dombori hangulatát akarjuk ezzel javítani. Domboriban szeretnének egy kutyástrandot kialakítani a fürdőhely fejlesztése mellett. Ez Tolna megyében egyedülálló lenne, a helyiek azt mondják, számukra nagyon fontos, hogy a kutyák egy elkülönített részen zavartalanul fürdőzhessenek nyáron. Dombori környezetének védelme és szépítése a lakosok számára fontos, ezért választották most a virágosítást. Azt gondolom, hogy Domborinak egy igazán szép utcájában vagyunk jelenleg is, és ennek az utcának a jobboldali területe egy kicsit olyan magányosnak tűnik. Azt szeretnénk, hogy ahogy az ember végighalad, sétálva, autóval, gyerekekkel azt lássa, hogy virágzó bokrokat, illatokat, színekkel találkozzanak. A helyiek célja Dombori turizmusának a fellendítése. Ennek érdekében támogatnak a családi nyaralásokat, újra népszerűvé tennék a kerékpáros turizmust és a horgászatot. Az örökzöldek elültetésével, a strand modernizálásával elinduló program Domboriban a lakosság összefogását eredményezte.